Geri és Kormi mindketten szelíd, jól nevelt kutyák. Többek között velük is találkozhatnak a Hétvezér általános iskola alsó tagozatos diákjai, havonta egy alkalommal. A Herosz gyermek tagozata elnevezésű program keretében a gyerekek például a kutyák testbeszédét is megismerhetik. Megtanulja, hogy hogyan kell megközelíteni, hogyan kell megóvnia magát akkor, amikor mondjuk egy kutya támadó állásba áll, egyáltalán felismerje. Ezek a kutyák, akiket mi a foglalkozásra beviszünk, ők nagyon szelíd kutyák. Tehát a támadást nem tudjuk imitálni. De rajtuk keresztül meg lehet mutatni, hogy mikor nyugodt az állat. Amikor így áll a füle, úgy áll a farka, a testtartása milyen. Az intézmény azért csatlakozott a programhoz, mert úgy tapasztalják, a gyerekek egyre inkább eltávolodnak a természettől és félnek az állatoktól. A kertvárosi részből is hiányoznak az állatok. Gyakorlatilag a kutyán és a macskán kívül szinte semmilyen más állatot nem ismernek a gyerekek, vagy csak állatkertben, akváriumban látják, és nem pedig a természetben. A Herosz állatotthon mottója, amit ismerünk, azt szeretjük, amit szeretünk, azt óvni fogjuk. A gyerekekben alapvetően az állatszeretet az benne van, ezt helyes irányba kell terelni, tehát olyan irányba, hogy ez az állatnak is jó legyen. És itt arról is mindig beszélünk, tehát nyilván nem csak a társállatok kerülnek szóba a foglalkozásainkon, hanem például a vadon élő állatok, tehát a hazai élővilágnak a védelme az mindig szóba kerül, hiszen ezért visszük őket a sóstóra is, hogy megismerjék az élővilágot. Idén egyébként a Zenta, Jóti és a Kossuth iskola, valamint a Tolnai óvoda is csatlakozott a programhoz.